Ma egy hete különleges heti naplót láthattak. Kapcsoltunk az előválasztási központba, meg az eredményvárokba, adásunkban szólalt meg Márki-Zay Péter először, aztán jött a kormánypárt válasz videója is azonnal, szóval felpörgött a kampány. Tehát ez volt múlt vasárnap. Azóta eltelt egy hét, az előválasztás utolsó napjainak indulatai, odamondogatásai, sértegetései alábbhagytak. Most mindenki azt találgatja, hogy hogyan nyerhetett egy pártháttér nélküli ember, hogyan győzhette le az összes ellenzéki párt jelöltjét. És ott a nagy dilemma a kormányoldalon is, mit kezdjenek a Márki-Zay jelenséggel. És még egy kérdés, amit maga a győztes jelölt is feszegetett. Ki is valójában az a Márki-Zay Péter? Benyó Rita most megmutatja önöknek. Szeretettel magyarként fogunk emlékelni minden cigányt, minden zsidót, minden meleget, minden fogyatékkal élőt, minden jobb és baloldalit, népit és urbánust. És igen, szeretettel fogjuk magunkhoz ölelni a fideszeseket is. Nem csak a felsoroltakat, de a hat ellenzéki pártot is magához kell ölelnie Márki-Zay Péternek. Úgy, hogy közben ellenzékváltásról és tiszták koalíciójáról beszél. Tiszta szívemből gratulálok Márki-Zay Péternek, mert ma estétől kezdve ő a hat párti ellenzéki összefogás közös miniszterelnök jelöltje, és nagyon sok erőt kívánok neki, és biztosítottam őt arról, hogy mindenben támogatni fogom. Hétfőn már megjelentek a törésvonalak. Márki-Zay Péter a győzelme után érthetően helyet követelt magának a közös asztalnál. Viszont szeretném, hogyha lenne egy frakciója azoknak, akiket eddig a hat párt kihagyott. Márki-Zay Péter korábban, amikor meg kellett neveznie az induláskor, hogy mely frakcióba ül be, az Új Világ Néppártot, vagy ha ők nem jutnak be, akkor a Párbeszédet nevezte meg frakciójának. Most az egyéni képviselők közül is lehet olyan, aki mellé áll, és nyilván a listás helyekből is szeretne minél többet megcsípni. Én nyilván nem javasolnám azt, ha ilyen helyzetben lennék Márki-Zay Péternek, hogy fölnyársalja magát egy pártcsinálási vagy frakcióalakítási könyöklési harcban, hiszen ő az össz ellenzék miniszterelnök jelöltje. Másfelől viszont hát azért úgy sem lehet csinálni, mintha nem történt volna semmi. Tehát Márki-Zay Péter E6 párton kívülálló jelöltként megnyerte a miniszterelnök jelölti választást, nyilván több párt őt támogatta, már a második fordulóban közülük, de ebből a szempontból viszont jogosnak tűnik az, hogy azok a szavazók, akik ezek szerint nem a hat párt szavazó táborához tartoznak, hanem azokon kívülálló ellenzéki szavazók megjelenhessenek majd a parlamenti patkóban is. Gyurcsány Ferenc első megszólalásában jelezte, hogy Márki-Zay győzelme ide vagy oda, ki is a legerősebb szereplője az összefogásnak. A parlamentben kell többség. Ha a parlamentben van többség, akkor majd a parlamentnek felelős kormány teheti a dolgát. Ezért fogunk megküzdeni. Valójában parlamenti helyekért küzdünk. És ha többségünk van a parlamentben, akkor majd mi választhatunk kormányfőt. Először parlament, először többség, aztán majd kormányfő. Nyilvánvalóan lesz vitánk a miniszterelnök jelöltel. De... A nap híre vendége volt Márki-Zay Péter és Vadai Ágnes is, az első miniszterelnök jelölt plusz hat párti egyeztetés után. Bár a szereplők most kerülik a nyilvánosságot az egyeztetés részleteivel, és azt mondják, hogy majd a végeredményről kell tájékoztatni, azért ebből a beszélgetésből is kiderült, hogy van bőven egyeztetni való, már a szerep felfogásban is. Amit nagyon köszönök a pártoknak, az az, hogy ők elfogadták azt, hogy ez mégiscsak elsősorban egy leendő kormányfőnek a kormánya, illetve a programja, amiben természetesen a programban a pártoknak a program elemeit kell integrálni, de maximálisan elfogadták azt, hogy például minisztereket a kormányfő választ, hogy a programot is alapvetően a kormányfő képviseli, sőt még ezt a kampányt is alapvetően a kormányfőnek a csapatának kell vezetnie, azzal, hogy abba természetesen a pártok erőforrásait is integrálni fogjuk. Megváltozik az, ami eddig volt, hogy Orbán diktált a parlamentnek. Fordítva lesz egy kormányprogram, és emögött van egy parlamenti többség nyilvánvalóan, de a parlamentnek lesz kormány, és a parlament ellenőrizni fogja a kormányt, és én, ahogy Péter szavaiból kivettem, ezt el is várja, hogy az ő munkáját a mindenkori parlament mindig tisztességgel ellenőrzem. Lakner Zoltán szerint az összefogásban résztvevő pártok egyébként nagyon precízen alkották meg az összefogás részleteit, így nagy az egymásra utaltsága az összes szereplőnek. Az ellenzék, hogyha ebben az összetételében többségbe kerül, és már nem ellenzék lesz, hanem kormánypárti frakciók lesznek,
akkor feltehetően egy olyan struktúrát állítottak elő, hogy a legkisebb frakció nélkül sem lesz többség. Nagy lesz az egymásra utaltság a kampányban is. A billegő körzetekben például az egyéni jelöltek mellett a pártoknak, sok esetben a DK-nak szüksége lesz a győzelemhez Márki-Zay Péter aktív kampány részvételére. Márki-Zaynak pedig szüksége lesz a pártok infrastruktúrájára és adatbázisára. Szóval itt nagyon erős közös érdekek vannak. Én tényleg arra számítok, hogyha tényleg nem bolondul meg mindenki teljesen, nem tudom ezt ennél szebben mondani, akkor le fognak csengeni az indulatok, és én azt gondolom, hogy a pártoknak, az ebben érdekelt pártoknak fontos szerepe lehet abban is, hogy a saját felindult híveik, véleményvezéreik indulatait is lecsillapítsák, mert egyszerűen ezeknek semmilyen kifutása nincsen. Tehát vagy együttműködnek, vagy együtt mennek a falnak. Nincs igazából más lehetőség. De ki ez a mindig kék füzettel színpadra lépő polgármester, aki meg tudta kavarni az egész ellenzéki oldalt? Joggal kérdezik azt, hogy ki vagyok én? Ki az az ember, aki pártháttér nélkül, kormányzati múlt, támogatás, pénz nélkül, egyszerű civilként, 7 gyermekes édesapaként most itt áll önök előtt, és azt kérem, hogy Magyarország felszabadítása egy európai demokratikus magyar jogállam érdekében mindannyian álljanak be mögé. Ki vagyok én? Megcsináltuk! Márki-Zay Péter 2018-ban a teljes ismeretlenségből került a reflektorfénybe, amikor teljesen váratlanul Hódmezővásárhelyen, Lázár János városában el tudta nyerni a polgármesteri széket. Akkor így beszélt saját magáról. Én ugyan párt nélkülének mondtam magam, de valójában az ország legnépesebb pártjának vagyok, a virtuális pártjának vagyok a tagja. Ez a csalódott fideszesek tábora. Azon fideszesek, akik nem lopnak. Azok fideszesek, akik nem akarnak 20 000 migráns pénzért beengedni az országba. Azon fideszesek, akiknek nincsen kastélya, és akik nem adnák el a gázvezetékeket, a kastélyokat, az erőműveket, a bankokat, a földeket, az erdőket. Ti vagytok az új ellenzék! A 2018-as választás utáni óriási ellenzéki tüntetésnek már ő volt az egyik főszónoka. De a magyar nép ezen a választáson leváltotta az ellenzéket. Be kell látnunk, hogy a magyar népnek igaza volt. Nem bízhatjuk a hazánkat olyanokra, akik nem hogy a nemzet, hanem még a saját érdekükben sem voltak képesek az összefogásra. Ezután, a beszéd után sokan az ellenzék új vezetőjének kiáltották ki Márki-Zay Pétert, de akkor még azt nyilatkozta a HVG-nek, hogy a messiás elvárásnak nem fogok tudni megfelelni. Elnézést kérek, ha elcsuklik a hangom. Ez akkor fordul elő, ha a gyerekeimről, a feleségemről vagy a hazámról beszélek, a Jóistenről. Márki-Zay Péter 7 gyermek apja, keresztény, templomba járó, saját bevallása szerint 2010-ben még a Fideszre szavazó. Felvételiztem filozófiából az egyetemre, nem is vettem kellően komolyan, felvételiztem földrajzból, meg itt a szakra ismert, hogy volt, ez ilyen hobbim volt, így is nagyon sok, öt diplomám azért van. De hogyha mindent, amit még álmodoztam, megcsináltam volna, akkor biztos, hogy még a földrajz, filozófia és a hittan szakot is elvégeztem volna. De ezekre nem került sor. Marketing, közgazdász és villamosmérnöki végzettsége is van. 2004-ben először Kanadába költözött feleségével és akkor még 5 gyermekével. Majd 2006-ban Amerikába, 2009-ben pedig már 7 gyermekkel újra Hódmezővásárhelyre. Egy ilyen összegzést most már tudunk mondani arról, hogy ez a messziről jött ember miért tudta megnyerni ezt a választást? Én semmiképpen nem akarok olyan színben föltűnni, hogy fú, hát tudtam előre, hogy ez fog történni. Egyáltalán nem tudtam előre, nem csak fél évvel ezelőtt, szerintem ez még egy hónappal ezelőtt is, 2 héttel ezelőtt is talán váratlan eredmény lett volna. Azok az érzelmek, amelyeket Márki-Zay Péter megmozgatott, azok azért létező érzelmek. Szóval az, hogy a kormánykritikus szavazótábor egy jelentős része nem a 6 ellenzéki párt mögött áll, és hogy ennek a szavazótábornak egy jelentős része kritikus az ellenzékkel is,
részben 2010 előtti dolgok miatt, részben 2010 utáni dolgok miatt, hogy az ellenzékiség minőségével nem voltak elégedettek, és ez nem gyurcsányozás, meg nem ellenzékes, ellenzék kritika, meg nem fanyalgás, ez egy létező érzelmi áramlat, és tulajdonképpen ennek adott hangot, vagy ennek nyitott medret Márki-Zay Péter fellépése. Épp a kívülállósága miatt van a Fidesz is nehezebb helyzetben. A Stop Gyurcsány, Stop Karácsony kampányt kellene most áthangolniuk. Úgy ráadásul, hogy a Fidesz kommunikációs igazgatója többször is elmondta korábban Márki-Zayról, hogy nem Gyurcsány embere. Igazából mindegy is, hogy ki lesz az előválasztás győztese, egy dologban biztosak lehetünk, hogy az Gyurcsány Ferenc ember lesz. Ezért nem lesz egyébként Márki-Zay Péter a baloldal miniszterelnök jelöltje. Nyilvánvalóan Gyurcsány Ferenc nem fogja engedni, hogy ő miniszterelnök jelöltje legyen a baloldalnak, de valóban még egy hétig megilleti ez a titulus a polgármester urat. Miért táncol Gyurcsány? Karácsonyt Márki-Zay váltotta a Gyurcsány Show-ban, de a régi jól ismert baloldali politika marad. A Fidesz már Márki-Zay Péter előválasztási győzelmének a napján előrukkolt ezzel a videóval. A központi üzenet pedig az lett, hogy hiába mondja magát jobboldalinak Márki-Zay, csak a baloldal támogatásával tud érvényesülni. Gulyás Gergely Csuha Ildikó többszöri kérdésére is azt mondta, nincs okuk változtatni a gyurcsányozáson. A legerősebb párt és a legnagyobb frakció a Demokratikus Koalíció, és Gyurcsány Ferenc pedig tud valakit maga előtt tolni miniszterelnök jelöltként. Miután váratlan módon a főpolgármester visszalépett, ezért ez nem ő lett, hanem aki az ő helyére lépett be, éppen ezért ez semmi sem változtat. A Gyurcsány Ferenc pártja a legerősebb párt, és kerestek valakit, aki a Gyurcsány nevet nem viseli magán közvetlenül. Az egész figurának a karaktere hát sokkal kevésbé, hogy mondjam, adható el valami DK-s színjáték lehetőségeként, tehát tényleg nagyon ravasz ez a Gyurcsány Ferenc, hogy előre küldi a saját feleségét, és jól megvereti az előválasztás, az ez tényleg nonsens. Tehát, hogy ez, azt gondolom, ez tényleg csak azok hiszik el, akik már amúgy is a Fideszre szavaztak volna. A nemzetközi sajtó minden esetre komolyan veszi Márki-Zay Péter győzelmét. A CNN Star reportere hosszú interjút készített Márki-Zay Péterrel. According to my views, there is nothing Christian about Orbán or Szijjártó. A nemzetközi lapok részletesen beszámoltak az előválasztásról. A Spiegel és a BBC is arról ír, hogy most először találja magát Orbán Viktor szembe valódi kihívóval és veszéllyel 2010 óta. Márki-Zay Péter győzelmével mindenkinek újra kell terveznie. A Fidesznek a kommunikációt, az ellenzéki összefogásnak pedig az eddig leboltoltakat. Februárig ugyan elegendő megállapodni a listás helyekről, de hogyha ezt a nyilvánosság előtt teszik, az nyilván nem tesz jót az összefogásnak. Szavazzon! Ön szerint Márki-Zay Péter egyben tudja tartani az összefogást? A Heti Naplóban Benyó Rita riportját látták.